Hello mindenkinek! Már a Kendall Jenner egyik sminkjét hoztam nektek, vagy készítem el nektek, ugyanis az egyik Fashion Week-en megjelent egy piros, de mégis narancssárga tónusú ruhában. Sokan mondják is mostanában, hogy a narancssárga lett az új piros. Na most imádom ezt a tónust, ami piros, de mégis narancssárga. Szóval leginkább ezért készítettem el nektek ezt a smink inspirációt, mert nagyon-nagyon megfogott ez a szín. Ez lett most az új kedvenc színem különben. Úgyhogy aki szeretné megnézni, hogy hogyan készítettem el Kendall sminkjét, az tartson velem. Amihez a Clarins virágos alapozómat és a Chanel Pro Lumiere alapozóját fogom használni, ami ugye jóval sötétebb. És ezt a kettőt a kézfejemen fogom összekeverni. Miután elértem a kívánt szint, akkor pedig kabuki ecsettel felviszem az arcomra. Először én mindig így szoktam elkezdeni különben. A szemeim alól viszem fel. Ez még úgysem az alapozó eloszlatása. Majd az orr, homlok rész áll. És akkor utána elkezdem. Mindig belülről kifelé dolgozzuk el az alapozót. Jó, tehát mint mindig belülről kifelé alapozunk, tehát innentől kifelé, és az ecsetet is mindig belülről körkörösen kifelé mozgatjuk. Vagy bentről kifelé húzó mozdulattal. De ha azt veszitek észre egyébként, hogy csíkoz az ecset, akkor pedig finoman tapogatással, beledolgozással, beleütögetéssel úgymond dolgozhatjuk még el. És amit soha nem felejtünk el, hogy mindig ledolgozzuk az alapozót a nyakunkig. Hogy ne legyen egy körben eloszlatva az alapozó, mert az ugye nem néz neki valami jól. A sötét alapozó, tehát a Chanel-t újból előveszem, nyomok egy keveset szintén a kézfejemre, és most kontúrra fogom használni. De sötét korrektorral is lehet kontúrozni. Ugye az arccsontom alá viszek fel, mind a két oldal. Ez nem fog látszódni majd annyira azért. Ide is felviszek, de egyébként, ha megnézitek, van kontúrozós videóm, sőt, Kardashian kontúrozós videóm is van. Majd pedig eldolgozom. Itt is végig felviszem. Az orromra. Jó, következőnek pedig akkor korrektort viszek fel, a MAC-nek a Mineralize Concealerét. Méghozzá ugye a szemem alsó részére viszem fel, tehát a szemem alá, de csak finoman keveset. Az orrnyelegre viszünk fel, a homlok részre, az állunkra. Én szoktam egy kicsit az ajkaim felé felvinni. Szoktam az orrom két oldalán, mert ugye ha fújjuk az orrunkat, onnan jön le leghamarabb. Valamint a kontúr alá szoktam még felvinni, hogy kiemeljük. De egy szintetikus ecsettel pedig eldolgozom. Ezzel emeljük ki a világos részeket.
Jó, és azért nem viszek most még fel pudert, mert még szerintem úgyis újból egy kicsit meg kell igazítanunk majd itt ezt a korrektort, amit a szem alá vittünk fel. Hogy esetleg leperket, szemfestéket majd még azért szépen le tudjuk szedni. Úgyhogy én pudert leginkább utoljára szoktam, amikor már minden kész. Most pedig akkor tovább lépünk a szemöldökre, amit mint mindig a Manhattan kisebb palettámmal szoktam megfesteni, vagy megrajzolni. Méghozzá ezzel a nagyon sötét barna színnel, amit látjátok, már nem sok van belőle. Mindig ezt használom. És egy ferde, hát egyébként szemhéjtus ecsettel, vékony szemhéjtus ecsettel rajzolom meg. Neki eléggé erőteljesen van különben megrajzolva. Úgyhogy ezt csak gyorsan rajzolom most meg, nem kezdem el magyarázni, mert van külön videóm a szemöldök megrajzolásáról. De a lényeg egyébként az, hogy alul-felül határozott vonalat húzzunk, körvonalat. És én itt már csak feltölteni szoktam itt elől, mert ugye itt amúgy is világosabb mindenkinek. Valaki itt is eléggé hangsúlyos vonallal szokta, én nem preferálom, de természetesen mindenki ahogy szereti, vagy ahogy jobban tetszik neki. Jó, tehát egy eléggé erőteljeset készítünk, mert azért neki is a képen eléggé hangsúlyos. Főleg akkor szokták hangsúlyozni a szemöldökön, amikor nagyon finom a szemsmink és erős a rúzs, hogy mégis adjon egy keretet az arcnak. Jó, tehát itt most nem a természetes, finom szemöldökre koncentrálunk. Most pedig szintetikus ecset segítségével és a Bobbi Brown szemhéjfesték bázisommal lealapozom a szemhéjamat, hogy még tartósabb legyen a szemsminkünk. És alul is felül egyaránt lealapozom. Az első szemhéjfesték, amit választok, az az eredeti Naked palettából lesz, méghozzá a Naked szín lesz az, amit ezzel a satírozó ecsettel viszek fel, és úgy viszem fel, ahogy először a mélyítő vonalat jelölöm meg vele, de egészen idáig, majd pedig az egész szemhéjon eloszlatom ezt a Naked színt. Majd pedig egy hegyes ecsetet használok, és még mindig ugyanazt a Naked sötét barna matt színt, vagyis hát egy közepes barna matt színt, felviszem az alsó szempilla tövekhez. Tehát most már mind a kettőt használom. De úgy, hogy azért ne legyen annyira szembetűnő. Tehát az alsó szempilla tövekhez visszük fel. És jól elsatírozva, jól eldolgozva. És ezzel a sötét matbarna bak színnel, és ugyanazzal a satírozó ecsettel csak a szemünk külső részét enyhén beárnyékoljuk még jobban ezzel a sötét barnával, de csak itt a külső oldalán. Rugorjunk át a Naked 2 palettájára, amiből ezt a Chopper nevezetű fényes, csillogó szemhéjfestéket választom. Barna, de van egy enyhén aranysárga tónusa egyébként. Mert neki is ilyen csaper tónus lehet a szemhéján. Jó, és akkor ezt felvisszük mindenhová. De úgy értve, hogy az egész szemhéjra, tehát azért feljebb nem visszünk. És hogyha megnézitek, néhány képen nagyon csillog néhány pigment,
És ez a szemhéjfesték pont visszaadja ugyanazt az effektet. Jó, tehát az egész szemhéjra visszük fel. Még mindig ugyanaz a szín, de most egy szintetikus ecsetet veszek elő, és csak itt a belső résznél megerősítem ezt a szemhéjfestéket, hogy itt azért szembetűnőbb legyen, és behozom a szemzug részre egészen ide ki. Jó? Tehát egészen idáig ki, hogy ki is hozom. Mert itt azért elég sok képen látszik neki. Még mindig a Naked 2 palettáját használom, de most ezt a Foxy nevű szemhéjfestéket választom, ami egy matt, hát sárga tónusú végül is szemhéjfesték, és ezzel az ecsettel viszem fel. És ugye megvilágosítjuk vele a szemöldök csontunk. Mivel matt, ezért nem nagyon szembetűnő azért, de nem is az a cél. Fehér szemceruzát veszek elő, és megrajzolom vele az alsó vízvonalamat. Jó, majd pedig fekete szemceruzával a felső vízvonalamat rajzolom meg. Következő lépésnek előveszem a zselés szemhéjtusomat a Manhattantől, és a legvékonyabb szemhéjtus ecsetemet, és amire nagyon figyelek, hogy csak a szempilla töveket sötétítsem meg. Tehát szinte ki se húzom a szemem, hanem csak beledörzsölöm a festéket. Jó? Csak a szempilla tövekhez. Tehát nem húzom tovább, vagy semmi, nehogy egyértelmű legyen, vagy szembetűnő. Úgyhogy ennek tényleg csak az a célja, hogy megsötétítsük a szempilla töveket. És akkor utolsónak jöjjenek a szempilláink, ami ugye neki a leghangsúlyosabb, amihez az Avonnak ezt a szilikon Mega Effects hát úgynevezett szempilla spirálját használom. És most a műszempilláimat is meg fogom vele rajzolni, vagy festeni, bocsánat, mert nagyon jól ki van hangsúlyozva a szempillája. De én használom a sima ecsetemet is, amin nincs festék, hogy szépen elsimítsam és a helyére dolgozzam a műszempilláimat. Akinek nincsen 3D-s állandó műszempillája, az pedig nyugodtan tegyen fel egy hangsúlyos műszempillát, mert neki is végül is az emeli ki az egész sminket. Most pedig akkor visszaigazítjuk a korrektort. Most már pudert viszünk fel, viszont ma egy különleges pudert fogok használni, méghozzá a Catrice-nek a Prime and Fine nevű puderét, amit már bemutattam nektek termékbemutatós videón. Ez a puder ugyanis enyhén fényes. Tehát, hogyha felvisszük, akkor lesz azért egy enyhe fénye a bőrünknek, de mégsem lesz zsíros vagy olajos hatása. Jó, úgyhogy most már felvisszük a pudert is. Mert most határozottan azt akarjuk, hogy igenis fényes legyen az arcunk. Mivel a videó elején már kontúroztunk, ezért most csak annyit fogok csinálni, hogy a Lux, az Avon Lux bronzosítóját, ami fényes, fogom keverni a szintén fényes narancssárga, vagy korall, végül is inkább narancssárga pirosítommal a pirosító palettáról. Amit úgy teszek,
hogy először beleteszem a Lux bronzosítóba, majd pedig belevittem a narancssárgába. És azért használok egy ilyen nagy ecsetet, mert még így is erőteljes, úgyhogy leütögetem a kézfejemen, és úgy próbálom felvinni. Ezáltal barnás, de narancssárgás is lesz az arcunk. Tehát szerintem ezáltal még természetesebb színt adunk neki. Jó, és nagyon ügyelve, nagyon finoman viszem fel. Most pedig fényesítést viszek fel az arcomra, amihez a Sigma mintáját fogom használni, méghozzá ezt a Peaceful nevűt. Ez a legfényesebb. De most egy ilyen kicsi szemhéjfesték satírozó ecsetet fogok használni, hogy még hangsúlyosabban felvigyük. Most egy kicsit túlzásba lehet esni csillogás szempontjából. Egyébként ő is, tehát ezért merek felvinni ilyen hangsúlyosan, és akkor ide vittük fel. Leinkább tudjátok, fotón látszik. Plusz alatta van ugye a eleve fényes puderünk, úgyhogy a kettő együtt az elég jó effektet ad. Most már csak az ajkaink vannak hátra, amihez az Aldennek az egyik tulip szájceruzáját használom, ami piros, de nem az igazi piros, és ugye kontúrozom az ajkaimat. Kendallnek a képen ugyanis sok helyen azt írják, hogy piros ajkai, de egyébként egy narancssárga tónusú piros rúzst használ. Ezen felül pedig a Neon Orange rúzsát használom a MAC-nek, ami egy eléggé élénk narancssárga. Hogy mégis meglegyen az a piros narancssárga effekt, ami neki a képeken feltűnt. Valamint a ceruzának mat hatása van, ezt pedig azért visszaadja neki azt az enyhe fényt, ami neki is látszik a képen. Szájfény ugyanis nincs rajta. És akkor most már csak a legutolsó maradt hátra még hozzá az, hogy itt az ajkunk felső részére vigyünk abból a fényesítőből. Ugyanis neki is ki van emelve egy kicsit. Remélem, hogy tetszett nektek a mai sminkötletem. Ha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok a videómat, írjátok meg a véleményeiteket is, nyugodtan kérjetek bármilyen sztár smink inspirációt. Írhatjátok ide a YouTube videóm alá is, de jobban szeretem, hogyha a Facebookon írjátok meg nekem, mert azt sokkal többször olvasom és csekkolom. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, ne felejtjetek el velem tartani legközelebb is, sziasztok!